Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Jelenleg van egy nagyon erős szerelmi energiaföld. Itt a napokban készíthettek egy szerelmi kötést is, hiszen Vénusz bolygó és Mars bolygó konjunkcióban állnak. Az azt jelenti, hogy találkoznak és együtt hatnak. Vénusz bolygó szimbolizálja a nőies energiát, és Mars bolygó a férfias energiát. Most mindketten találkoznak. És mi bepillantunk a kártyák világába. Egy szerelmi jóslás. Itt látható, hogy vagy te, vagy ő, most visszahúzódik, de mégis megvan ez az erős kötelék kettőtök között, a szerelem mély érzelmekkel. Ez a kártya utalhat a csendre, a visszahúzódásra, vagy egy spirituális területre, hogy ott megvilágosodik valami. Itt is az látható, hogy vagy ő, vagy te visszahúzódó vagy. Itt a háttérben van egy szent kép, ami szimbolizálja a hitedet, de azt is, hogy legyen itt egy elképzelés. Mit, hogyan szeretnél tenni? Miután ez megtörtént, itt kivirágzik valami, és te éled a nőies energiádat, hiszen itt megjelenik Vénusz bolygó szimbóluma, ez a szív utal a szerelemre, és itt látható Demeter, ami földünknek az istennője, aki uralkodik a természet felett. Jelenti az anyai érzelmeket is. És ez most a kisugárzásod, ez a nőies energia. Itt van még visszahúzódás, de ez előnyös, hiszen kell ez az idő, hogy legyen egy elképzelés, mit szeretnél elérni. Lehet, hogy ő most visszahúzódó. Nálad, ha egy hölgy vagy, megvan ez a nőies kisugárzás és az anyai érzelmek is. Nála vannak még harcok és kihívások. Ezt neki meg kell oldania. Valaki támadja őt. Itt vannak viták, veszekedések. Itt látható az erő, tehát ő kimutatja az erejét, védi magát. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy te adsz számára erőt. De ha megtekintjük ezt a képet, az azt jelenti, hogy ez az erő nem csak az, amit kifele kimutattok, hanem jelenti a belső erőt is, a hitet. És az önbizalmat. Itt ő kezébe veszi a dolgokat, és cselekedni fog. Ez a bot jelenti a tűz elemét. Az pedig a bátorsága, a lelkesedése, és jelentheti a tüzes testi kapcsolatot is. És itt lesz köztetek ez a közeledés. Nála vannak viták, veszekedések, kihívások, te adsz számára erőt, de nála is megvan a bátorság, az életerő. Ami fontos mindkettőtöknél a belső erő, a hit, a bizalom. Itt te vagy ő, szerintem mindketten
Az utóbbi napokban nagyon fáradtak voltatok és kimerültek. Itt is kell az erő. Az erő kimutatni kifele, és a belső erő. Hogy meglegyen az erőt, vagy az erőtök ahhoz, hogy itt felálljatok. És akkor tovább mennek az események, lesznek változások. Ő kezébe veszi újra a dolgokat. Más lesz a fellépése. Itt megvan ez a büszke tartás, mint egy királynál. Nem engedi azt meg, hogy mások parancsolgassanak neki, hanem elfoglalja a helyét az életben. Ez lehet a munkahely, lehet a család, lehetnek baráti kapcsolatok. Tehát a kihívások után meg lesz nála ez a büszke tartás. De valami mégis korlátozza őt, erre utalnak a kelyhek, azok jelentik a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Mivel így fogva tartja magát, lehet, hogy még vannak nála félelmek, bizonytalanságok, így nem meri kimutatni azt, amit érez irántad. Erre utal a 9-es szám is. Ha áttette magát a félelmeken, akkor indul a 10-es szám, és az jelent egy új kezdetet. Tehát légy kicsit türelmes, ami kimutatja az érzelmeit. Ti fáradtak, kimerültek vagytok. Ő elfoglalja helyét az életben, cselekedni fog, védi magát. Az is lehet, hogy véd téged is, meg óv téged, kimutatja az élet erejét. De nem tud érzelmekről beszélni, mert valami miatt fogva érzi magát. Ezek lehetnek félelmek, vagy bizonytalanságok, de ez hamarosan elmúlik. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!